Sziasztok, köszöntök mindenkit, ez itt a Rövidlapos Podcastnek a második évadának a harmadik adása. Itt van velünk állandó társam, itt van velem állandó társam Szűcs Marci, én Kertész Bence vagyok. Szia Marci, miről fogunk most beszélni? Szia Bence, üdvözlöm én is a kedves nézőinket, és ma a hét első adásában, ugyanis ugye most hétfő van, a női UB-ről fogunk beszélni. Főleg, hiszen arról idén még nem beszéltünk, nem is voltak fordulók, most két fordulónak három a rangadó mérkőzését fogjuk átvenni. Igen, úgyhogy az intro után meg is tudjátok. Sziasztok, én Szűcs Márton vagyok, és itt van velem Kertész Bence, és ez pedig a Rövidlapos Podcast első adása. Mi a negyed döntőre készülünk. Teljesen mindegy, hogy ki az, aki jön, ott azt a mérkőzést meg kell nyernünk, ott nem hibázhatunk. Hát mindenképpen győzni mindig jó. Forgassák le a következő Terminátor filmeket. És szia Vanda! Sziasztok! Ilyen évzáró és évadzáró adás. És már vissza is tértünk az intro után, és elsőként a 8. fordulónak a Fradi UV esélyét fogjuk átnézni. Amin hát rengeteg minden történt, de tényleg rengeteg minden, érdekesebb dolgok. A Fradi megverte az UVS-ét, ezzel az UVS-ének oda a veretlensége, a Fradi még megvan, és bizony a Népligeti Együttes vezeti a tabellát. A Fradi igen, első helyen áll a tabellába, férfi-női szinten veretlenek még mindig, szerintem ez férfi részen is meglepetés, de most női részen meg még nagyon meglepetés. Szerintem erre nem számított senki nagyon, hogy a három nagy csapatból, a Fradi Újváros UVS-éből, a Fradi lesz majd az, aki veretlen marad az első fél év után egy kicsivel még. Nem feltétlenül, sőt, ez sokkal nagyobb meglepetés, mint férfiben. Mert férfi ezt azért könnyebben meg lehetett emészteni, de hát itt is kételnek leszünk, mert a Fradi úgy játszik és úgy működik, hogy igazából teljesen megérdemelt. Tehát nem az, hogy oda keveredtek, ugye 9 forduló lezajlott, ez még ugye 8-ban volt, 9-ben simán nyertek a Tatabánya ellen, az nem is volt egy olyan komoly mérkőzés. Azt az érdekes, hogyha megnézed a rangadóikat, akkor tényleg az, hogy a Dunaújvárost megverték idegenben, BVSC-vel döntetlen, azon kívül pedig ugye minden mást megnyertek a BVST meccsen kívül, és az, hogy megverd a Dunaújváros, meg megnyerd az UVS-ét, onnantól már nagyon nehéz bármit mondani. Tehát onnantól az eredmények téged igazolnak, az most olyan, mint a plusz 4-es kártya az UNO-ba, hogy azt oda rakhatod bárki elé, aki esetleg azt mondaná, hogy szerencse, meg mit tudom, mert az összes ellenőrnek megmondhatod. És akkor nekem olyan nincs. Szerencse, abszolút. És hogy ez ott van a Fradinál, és ők ezért megdolgoztak, ezt megcsinálták, nyáron volt egy edzőváltás, az eddigi segítő Gerendás György vette át a csapatot, akinek szerintem a se a kvalitásait, se az élettörténetét nem kell elmesélni. Mind játékosként, mind edzőként maradandót alkotott a férfi téren. És úgy tűnik, hogy átjött a női szakákhoz, és ott el volt másodedzőként, és nyilván azért nagyon sokat tudott, de így, hogy még tapasztalt is még többet egy női csapat mellett, most, hogy megkapta a csapatot, tökéletesen tud és lát mindent, és én azt látom, hogy nagyon komoly játékot szervezett meg, az időkéréseinél is árasztja magával a nyugalmat. Ő azért nem feltétlenül volt. Nem arról híres. Nem arról híres. Ő egy jó értelemben volt ennél hevesebb. Ugye sokan emlékeznek még, amikor a vizes VB-n ráordított a fiúkra, hogy egy másodperc van vissza. Magyar-olaszon, de hogy tényleg ugye akkor ott dolgozott a felnőtt válogatott mellett is, ugye Benedek Tibornál is éveket, Nerz Szamásnál is egy évet. Úgyhogy úgy tűnik, hogy tökéletesen, mert azért ez volt olyan edző, vagy van olyan edző, szerintem több sportágban is, ahol ez mondjuk problémát jelent, hogy a férfi vonalra átmenni a női vonalra. Vagy férfi edzőként, hogy nem feltétlenül... Hát de hogy akkor edző vagy... Igen, de ettől még garancia nem volt rá. Hát garancia sosincs. Garancia sosincs, de úgy tűnik, hogy itt is klasszis edző, bár azért még csak fél év telt el, de a játék stabil, a csapat magabiztos,
ugye tavaly nagy nehezen meg... Taktika rendben van. Taktika abszolút rendben van. És azért a UVS-ének csak lőttek 13 gólt, ugyanígy tudtak az Újvárosnak is, és a védekezés is eléggé rendben van. Kapusposzton is változásokat eszközöl, de működik, nem? Igen, kapusposzton érdekes dolog. Ugye a kapus kérdésről szeretünk beszélni, ezt mondhatom bátran, és sokat úgy beszélünk, úgyhogy most sem hagyhatjuk figyelmen kívül, ugyanis Kasó Orsi helyett Neszmé Bogi védett, és nem először van ez, hogy egy fontos meccsen nem az idősebb, rutinosabb kapust játszhatja Gerendás György, hanem a fiatalabb, úgymond éhesebb kapust, aki ugye most nyáron világbajnoki bronzérmet szerzett az U20-as válogatottal. Ugye Varga Tamás róla beszélt, vele beszéltünk erről, a Marci fölött az ibetűre kattintva megtekinthetitek azt a részt, és ő is elmondta, hogy a Bogi egy nagyon-nagyon jó kapus, és hogy ott neki annyira nem ment, de hogy ő továbbra is azt mondja róla, hogy mindenkinek ugye vannak hullámvölgyei, de hogy ő egy nagyon jó kapus, és hát lehet, hogy a Bogi megnézte a részt, és akkor ő ebből merített egy kis erőt magának, de nagyon stabilan, magas százaléka hozza a meccseket, amiket odaadnak neki. Abszolút, és ez nekem meglepő. Nem alábecsülve, hanem az, hogy ő ekkora szerepet kap, vagy ennyi lehetőséget engednek neki, de hát miért ne engednének, hogyha így véd? Mert tényleg az volt, hogy ugye ő nagyon tehetséges, és ezt tudta mindenki, ugye a Varga Tamás elmondta itt nálunk is az interjúban, hogy első számú kapusnak szánták, ráadásul arra a 2001-es világversenyre, pedig ő még csak 2003-as, de még az IFI-ben is véd, és ugye ott nem feltétlenül ment neki azon az 20-as évben jól, de nyilván ettől még nem lett semmivel rosszabb kapus, de hát azért van egy Kasó Orsi, aki még az olimpiai keretben is benne volt, ha jól emlékszem, de nem is ki, hogyha tévedek. Tehát ő nyilván rutinosabb kapus, de azért nem mondanád, hogy ő már lassan kiöregszik, vagy nem tudom. Tehát ő még abszolút lehetne a jelen kapusa egy erős Fradiban, vagy egy bajnoki éremért, vagy hogyha így folytatjuk, bajnoki címért küzdő Fradiban. És a szezon elején, az első pár fordulóban abszolút ő védett. Tehát a Neszmé Bogi először a harmadik kerület ellen védett, azután pedig a Győr ellen védett. Tehát azért kapott két olyan meccset, amit a Fradi nagyon simán nyert. De úgy tűnik, hogy... Kis ráhangoló. De abszolút, de úgy tűnik, hogy az edzés munkája alapján a Gerendás úgy volt vele, hogy jó van. Viszont egy Újváros elleni rangadó idegenben én merek vele kezdeni. És mert is vele kezdeni, és meg is nyerték a meccset, és abszolút nem vallott szégyen, sőt szerintem kifejezetten jól védett azon a mérkőzésen is, és itt is. Az első negyedben azért még nem nagyon találkozott labdával, a másodiktól viszont, tehát a másodikban volt egy olyan periódus, ahol azért az UVS elléphetett volna, mert ott ők jó helyzeteket dolgoztak ki, de a valami mindig megmentette a Fradit. Ez a valami pedig vagy a blokk volt, vagy a kapus. És azt gondolom, hogy azért ilyen sorozatos szerencséje nem lehet valakinek, tehát azért meg kell dolgozni. Vagy hát meg ugye Zitzert is, azért az Zitzert azt meg kell fogni. Zitzer nem fogja majd saját magát. Tehát ez a védekezés kegyetlen jól meg van szervezve. Annak ellenére, hogy 10 gólt kaptak, mondjuk azért az UVS-től kevesen kapnak 10 alatt, szerintem unblock Európában, úgy gondolom, és nagyon-nagyon rendben voltak. Nagyon rendben volt a védekezés, és igazából itt egy még jó versenyhelyzet is lehet, mert azért a Kasó Orsi se gondolom, hogy hátradől a fotelban. De azért a Kasó Orsi, kezded el, pont, ez tök véletlen. Tegnap lapoztam a rövidlaposos instát, néztem, hogy kiket követünk, kiket nem, és bedobta Kasó Orsit ajánlásba, hogy kövessük be. És akkor néztem, és így néztem a profilját, és ott voltak a képek, a közös képek Kondiról, vagy Vízből a Bogival, de hát ő már tök régóta együtt edzenek, meg szerintem akkor már jóba is vannak. Hát úgyhogy... nyilván meg szerintem természetesen mentorálja is, és azt a tudást, ami azért nem kevés. Úgyhogy szerintem az már lehet, hogy nem is lesz annyira versenyhelyzet. Vagy hát én már nem tudom annyira. De azt gondolod, hogy inkább átmennek egy ilyen, ugye a férfi vonalon látom? Mint Gárdonyi fogába. Lehet. Hát most, ha simán nem is, de benne van. Nincs kizárva. Nem tudom, ugye nem tudjuk, hogy a Orsinak mik a
a szándékai céljai, de mondjuk lehetséges, hogy ő mondjuk az olimpiáig vagy az olimpiára tervezett, az ugye nem jött neki össze, oda nem jutott ki, és most meg viszont már a jövőnek vagy a jövővel foglalkozik, esetleg lehet, hogy ez neki feladata is, de mondjuk a BVS célja... Tóth Csaba időre is edző. Ő is edző a Fradi Ifinél talán, lányoknál, úgyhogy lehet, hogy majd Kasó Orsi lesz az új kapus edző a Fradiba. Egy pár év múlva lány szinten. Tehát most térjünk vissza erre a Fogár-Gárdonyi párosra, hogy nem kell edzőnek lenni, tehát a kapus párosnál is. Hát nyilván, de hogyha majd abba hagyja, érted? Egy készséges emberi és munkakapcsolat. Én értem, de szerintem azért egy pár éve még mindenképpen van neki. Tehát, hogy én nem tudom, hogy ő mennyi foglalkozhatja már az abbahagyás gondolata, vagy a vízilabda utáni élet, de hogy én erről még nem beszélnék, mert szerintem ez még nem feltétlenül aktuális. Hát, aztán nem, nyilván nem tudjuk. Igen, most ugye az lenne a legjobb, hogyha itt ülne középen, és akkor elmondaná, hogy mi a vélemény erről. Most sajnos nincs itt. Úgyhogy... Minden esetben nagyon érdekes. Igen. Az ő szerepe is, mert biztos, hogy van abban, hogy a Bogi így véd, meg a Bogi is. És igazából ugye ez volt a kapusposzt, és mezőnyjátékosoknál is azért azt lehet látni, hogy azért nagyon stabil bástyákra helyezte a játékot az edző. Tehát azt lehet látni, hogy a Zillés Nosi, aki ugye hol rossz kézen van, hol backben, itt ugye a válogatottban legalábbis, a Ferencvárosban most már ő nem backel feltétlenül, vagy nem annyira sokat. Nem azt mondom, hogy meglepő, azt mondom, hogy nagyon érdekes, mert így gyakorlatilag rossz kéz hátul van egy ilyen, tehát gyakorlatilag egy ilyen irányítóként. Tehát ő onnan a rossz kéz hátulról szervez meg mindent, ami szerintem egy brutálisan jó döntés, és ez neki megy is. Na, elég jól. Elég jól megy. És a Tóth Csabai Dóri meg, aki szintén nagyon sokat bekkelt, pláne a válogatottban, meg amúgy is ő meg kapás hátul. Tehát adsz két olyan bástyát, főleg a támadásaidnak, meg azért ők egy-egyben sem olyanok, akiket olyan könnyen áthúznak, meg megvernek védekezésben, akik a játék szervezését és a dolgok irányítását magukra vállalják, jól vállalják magukra, és az egész csapatot húzzák. Igen, nyilván meg van spékelve olyan játékosokkal, mint ugye a Kukman, a Vályi Vanda, meg a Pőce Panna, tehát hogy így, és vannak nagyon jó kisegítő vagy kiegészítő emberek, akik ha kell, föllépnek melléjük. Nyilván azért nem tartanám őket kijelölt vezéregyéniségeknek, de szerintem nagyon jó a csapat, kohézió, meg ez a talán hierarchia is, ami ki lett alakítva, legalábbis a vízben ez látszik. Tehát ez szerintem egészen fenomenális. Igen, tényleg. Tehát igazából nyáron az olimpián az Illés Nusinak nagyon ment. Tehát képbe voltam. Igen, tehát így képbe voltam, hogy Illés Nusi ismertem, tudtam, hogy válogatott játékos, meg hogy ő női szinten ő jó játékos, de én szerintem így nagyon sose láttam játszani, se tévébe, élőbe, meg pláne nem. Szóval, és amikor így nyáron néztük az olimpiai meccseket, és honnan lőtt gólokat? Honnan, meg milyeneket? Igen, zseniális. Mondhatni cserdes gyilkos, igen, ő megszervezi. A ritkán, igen, a belerakja a munkát nagyon keményen, nem az a játékos, aki 6 meg 8 gólt fog neked lőni egy meccsön, legalábbis a válogatottban ez volt, azért nem ő vállalta a gólok nagy százalékát. Igen, nem ő lett a gól királynő. A másnak, igen, nagyon, nagyon rendes lenne, de azért, ha úgy volt, pláne necces szituációkban, és azért ott is merszik meg. Igen, hát leginkább akkor voltak és, amúgy, igen. És ő akkor jött egy, fölhúzta azt a bizonyos csúzit, és akkor ő tüzelt, vagy egy, amikor ezt mennyit tudták az ellenfelek, és amikor fölhúzta a csúzit, akkor húzott egy ejtést. Mert tudta, hogy akkor számítanak a bombára, van három blokk, akkor meglepem így a kapust. Tehát ő olyan, akinek szerintem nagyon magas a játék intelligenciája. Igen, abszolút. És az adottságai mellett ő főként a tudásával emelkedik a mezőnyből. Néha a válogatottban is, a klubcsapatában meg pláne. Ugye ő nagyon sokáig volt ebben a Petrovics Matyi féle BVSC-ben, ott is nagyon jó volt, ott is vezéregyeniség volt, de a váltás mondjuk ugye nagyon jót tett neki. Itt most a Népligetben egy nyilván másfajta munka folyik, azóta úgy tűnik, hogy ők a BVSC-nél bár idén
leixeltek, tavaly pedig a bajnokiban az most nagyon szoros volt, de lassan túlnövik őket, meg lassan az UVS-et, meg a Dunaujvárost is. Igen. De, hogy nagyon érdekes a Rusinak a szerepe, a Máté Zsuzsi viszont a, nagyon keveset játszott ezen a meccsen, nem tudom, hogy ennek van-e, vagy volt-e bármi egészségügyi oka, de ő nem nagyon volt merencében, ezen én meglepődtem. A Vályi Vanda örök életében rossz készülését játszott, de most kapáson játszhatják főleg, és ő is működik. Tehát, hogy itt vannak nagyon sok érdekes, de van egy pár esetleg mondhatni meglepő húzás is, de igazából ülnek. És akkor a tudatosság és magabiztosság jellemzi ezt a Fradit, hogy... Hát ez meg már mind azért van, az a tudatosság, magabiztosság, hogy meg kimész egy Fradi meccsre, és akkor nézed, hát igen, ott válogatott, meg olimpiai bronzérmes játékosok vannak a csapatban, aki nem az, az valamilyen utánpótlás válogatottban biztos, hogy szerepelt már, vagy világversenyen is volt, aki nem volt egyiken, se az pedig simán ügyes, és akkor kinézel a stábra, és akkor ott ül a magabiztosság, mondhatjuk ezt, maga, a megtestesült higgadság, magabiztosság a mostanában. Mostanában, abszolút. Én, tehát ebből az egészből azt is szeretném, vagy ezt szerettem volna még kiemelni, hogy vannak jó játékosok, ugye itt beszéltünk többekről is, és sokakról még nem tudom, például a Dömsödi is elképesztően jól centerezik, azt gondolom. Rendkívül erős, rendkívül technikás, és ezeket a játékosokat a lehető legjobban használja Gerendás György. Tényleg, ahogy kell, cserélni, mint pókerben, ahogy kell cserélni. De tényleg, tehát ennél jobban nem lehetne ezt a keretet használni. És akkor vannak még tényleg a Pőce Panna, a Kövesdi, Kuna, Kóban, tehát ilyen olyan játékosok, akik meg amikor kell, akkor hozzátesznek egy jó védekezést, egy jó bekkelést, egy vagy két gólt, mert azt itt, tehát ha oda kerülnek, hogy jó, nem tudom, a Csabai Dórit fogják, a Nusi nincs a vízben, meg a Vályi Vanda is szorosan van fogva, akkor jön egy Kövesdi, és akkor átlövi ő. Tehát, hogy ez ezen a meccsen, meg a bajnokságban is látszik. És visszatérve a kapus témára, azért azt szerintem nagyon-nagyon fontos adat, hogy a Fradi kapja a legkevesebb gólt a bajnokságban, 59-et. Ez 9 forduló után jött, tehát ez azért ez azt jelenti, hogy 7 alatt kapnak, hogyha a szorzótábla még jól megy. Átlagban 7 gól alatt kapnak. Bár nyilván a legtöbb csapatnál azért ők sokkal jobbak, és mondjuk nem feltétlenül az számít, hogy ott 4-et kapsz, vagy 8-at, de hogy az UVS-sel meg 14-jel többet. Ami meg azt mondom, hogy az viszont sok. Illetve nem sok, hanem a Fradié kevés. Tehát, hogy ennyivel a mezőny fölött vagy a következő, az 14-et. Az... Tehát a 73 kapóból 9 forduló alatt az se sok. Nem, egyértelmű. Tehát, úgyhogy tényleg, itt nem az a durva, hogy az UVS-e kap 73-at, hanem az, hogy a Fradi kap 59-et. Nem tudom, hát 9 forduló alatt nem néztem meg visszamenőleg, de tehát nem hiszem, hogy sokan álltak ilyen jól. Hát igen. És ugye azt még nem mondtuk el, de nem tudom a Fradiba, hogy voltak a góleloszlások, de a mérkőzés legeredményesebb embere az Antal Dóri volt, azban biztos vagyok. Igen, beszéljünk egy kicsit az UVS-ről is. Igen. Hát az UVS ugye volt a végén egy gól, ami visszajátszásból játszódott, hogy ez nem ment be, megadták. Nem ezen múlt, szerintem. Szerintem azon múlt, hogy a vége fele annak ellenére, hogy igaza volt az UVS-ének. Tehát tényleg nem volt bent. Az tényleg nem volt bent, de hogy ők ott a végén elkezdik a bírókkal foglalkozni. És ez lehetőséget ad a Fradinak arra, hogyha ők csak a játékra koncentrálnak, akkor nyilván volt hazai pálya. Egy kicsit. Tehát a Népligetben volt ez a meccs. Jó, hát a Népliget az... Pálya. Tudjuk, játszottál már a Népligetben a Fradi ellen. Tudjuk, de hogyha ezt nem tudják kizárni, akkor benne van az, hogy 10-10 után a Fradi így el tud lépni. Nyilván kellett hozzá két zseniális Nusi húzás, de ez volt a különbség, hogy lehet, hogy az UVS játékosokra még picit ez volt benne a fejében, Nusi meg csak arra koncentrált a támadás végig, hogy fejezze be. Igen. Meg hát
Tehát azt gondolom, hogy mentálisan is felülmúlták az UVS-ét, meg ugye az talán még kevesebb csapat lesz, vagy volt két. Hát meg ugye most az UVS-nél ugye fél évkor volt egy kis változás, ugye most nem volt balkezes, vagy volt, vagy nincsen balkezes. Nincsen balkezes. Ugye azért jó, tehát ügyes, játékos, ügyes játékosok vannak, de ugye a Baksa Vandáról beszélünk, vele is csináltunk már riportot, tehát nem véletlenek itt a dolgok. Tehát az ő hiánya sokat jelentett, tehát ő is egy utánpótlás válogatott játékos, most már felnőtt válogatottba is kapott meg hívón tavaly az utolsó edzésre, ha jól emlékszem. Igen. Úgyhogy az ő hiánya az, az lehet, hogy egy, ha nem is három gólt, de egy gólt vagy kettőt lehet, hogy jelent. Még nagyon sok energiát. Tehát akkor nagyon nagy energiát kell fektetni a rossz kézoldaladra, mondjuk annak ellenére, hogy amúgy ők onnan így is lőttek gólt meg gólokat az UVS-t, tehát hogy rendbe rakták. Hát de mégis sokkal, más. Sokkal nagyobb erőfeszítéseket kell tenni, aminek máshonnan elveszi az energiát. Igen, jó játszik azon az oldalon, a Szegedi Panni is nagyon. Igen, csak hát a Szegedi Panni mégse, ugye a Szegedi Panni a jobbkezes. Nem, tehát ő mégse balkezes. Persze. És ugye azt meg tudjuk mind a ketten, hogy azért egy fort meg lehet játszani balkezes nélkül, de ha van benne balkezes, akkor sokkal egyszerűbb. Akkor sokkal egyszerűbb. Meg hát minden támadást, mert akkor azért más. Tehát, akkor mondjuk lehet a majdhogy nem a rossz kézből is zónázni, vagy a rossz kéz széléről egy kicsit jobban zónázni, ha nincs kint balkezes, mert azért balkezes megkapja, akkor azért elég gyorsan el tudja pattintani, és azért nagyon kevés játékos tudja hasonló tempóban ezt megcsinálni, ezt a kapáslövést, tehát kevésbé veszélyes. Ez az UVS-nek szerintem a következő fél évben, vagyis a szezon végéig problémát fog okozni, mert szerintem ők azért nyáron erre fognak igazolni balkezest, mert szükség lesz rá, de addig ez problémát jelenthet. Viszont az UVS védekezését is ki kell emelni, annak ellenére, hogy 13 gólt kaptak, mert szerintem ez is felülrölte őket. Az első negyedben nagyon-nagyon jól működött az M-zónájuk, húztak egy M-zónát, és igazából a Fradi nem nagyon csinált mozgásokat. Így az UVS-sel rengeteg labdát szeretett, vagy rengetegszer hibába kergették a Fradit. Az más kérdés, hogy a visszazárások nagyon jók voltak, mert lefordulás nem nagyon volt belőle. Ami volt, azt meg a Bogi megfogta. Igen, és a Fradi viszont annak ellenére, hogy nem volt balkezes, azért a centertől tartottak. Tehát ha Natasa volt bent, akkor egyből jött egy nagyon komoly totálzóna. Ami azt jelenti, hogy visszajöttek a rosszkész hátulról, visszajöttek középről, visszajöttek a kapás hátsóról is. Tehát, de működött. Igen, tehát, és ez meg megint a Fradi dicséri, hogy azért egy ilyen zónát úgy meccselni, hogy jó legyen, hogy ne tudjanak túl közel jönni a távoli lövők, ne legyen üre, ne legyen lyukas, ne tudjanak könnyen centerpasztani. De volt olyan, hogy lyukas volt. Hát, az Antal, hány az olyan Antal csapatot Dóri leálltál, aki négy negyeden keresztül tökéletesen zónázik? Zóna nincs, de hogy jól működött, azért látszott, hogy nagyon félnek a centertől, és azt általában hatástalanítani is tudták. Azért néha ezt bánta az igen, hogy jött esetleg egy Szűcs Gabi hátulról, vagy hát azért az Antal Dóri is 5 gólt berámolt, viszont jó volt ennek ellenére a védekezés, és igen, tehát ez szerintem eddig a bajnokság egyik, ha nem a legjobb meccse volt, de nekem mindenképpen a legérdekesebb, és vezet a Fradi 25 ponttal, mögöttük az UVS-sel 24-jel, most ugye, bár ugye az UVS-sel ezután a meccs után pár nappal, hétközben játszott a Dunaújvárossal egy rangadót, ahol viszont sikerült javítani. 16-13-ra megverték az UVS, vagy az Újvárost otthon. Egy elég kaotikus mérkőzés lehetett. Hát az volt. Tehát cserések itt is, ott is, kipontozódások itt is, ott is. Tényleg, amiről szoktunk, amit mindig a Marci szokott mondani, hogy forhátrány bajnokság, hát az most volt, 24-14-es kiállítási arányjal. Ráadásul az Újvárosnak volt 4 büntetője. 22 fort játszott az UBS-e,
14-et játszott a Dunajváros, és volt mellé 4 büntetője. Tehát, hogy itt tényleg forrátlan egy bajnokság. Megszámoltam a meccs végén, a Dunajvárosnál 7-en voltak bevethetőek mezőnyjátékosok közül. És ott igazából szerintem az is okozta a vesztüket, nyilván amellett, hogy az UVS-e nagyon-nagyon összeszedte magát. Nagyon akartak javítani, és sikerült is. És ezzel amúgy az Újváros lépés hátrányba is került szerintem. De a lényeg az, hogy nagyon komoly volt. Tehát a Keszthelyi Rita nagyon jól játszott, a Faragó Kamila is szórt 3 gólt, és többiek is sokan 2-2-t, meg nem tudom, de azért 16 gólt lőttek. Azért a Dunajvárosnak nincs is ilyet túllőni. Nem tudom, szerintem ott kapus problémák vannak, mert ha megnézed, a nagy rangadókon olyan gól mennyiségét kapnak, amit meg nem tudnak túllőni. Úgyhogy itt ez talán Fradinak az ellentéte, tehát ez talán egy kicsit javításra szorul, amiben majd azért nyilván nagyon sok munkát tettek eddig is, és fognak is tenni az újvárosiak, meg a Mihó Katilla is, meg ugye a Varlajos is, akit nemrég oda csábítottak segítőnek, tehát biztos, hogy javulni fog a védekezés, de ilyen kapott góllal nehéz meccset nyerni, ilyen kapott gólszámmal. Nyilván azt mondom, hogy szerencséjük se volt, mert a legfontosabb játékosokat meg szinte mind elvesztették. Tehát a Szilágyi Dorka, Guris Atti, Garda 3-as, akik azt gondolom, hogy a 3 legjobb játékos. Hát igen, az ászlós hajója. Hát az ászlós hajója, igen, abszolút. Úgyhogy tényleg nem tudunk szerintem erről annyit beszélni, mint a Fradi meccsről. Talán erre a védekezéses dologra annyit, hogy ugye az Újvárosnak a tavalyi szezonból a kapusa, az most ellenük volt. Talán ez összezavarta a lányokat, igen. És talán ez összezavarta a lányokat, és talán még az Újvárosba megy még, lehet, hogy megy az építkezés, vagy az összeszokás, nem tudom én annyira. Én ezt nem gondolom, mert ott a Magyar Kupa elődöntő, ott megnyertek. Szerintem ez egyszerűen csak az UVS-ének nagyon-nagyon jó meccse volt. Hát meg hazai volt. Igen. Az Újvárosnak meg nagyon rossz. Nagyon készültek, ugye voltak lenn Pécsen is két kapuzni, tehát tényleg nagyon sokat gyakoroltak, otthon is, mindenhol is. Nagyon szerettek volna itt nyerni, pláne, hogy a Fraditól ugye már kigaptak, de az UVS-e tényleg felszívta magát, és ők maradtak higgadtabban. Onnan is jött két cserés kiállítás, de azt gondolom, hogy mondjuk a kulcsjátékosok jobban odafigyeltek magukra, és nem pontozódtak ki, vagy nem tudták őket kipontozni. Tehát azt gondolom, hogy ha azt mondtam, hogy ha a Ferencváros mentálisan is most fölé nőtt az UVS-ének, akkor az UVS-sel meg, mert a nagy rangadó itt dől el, mert a játékerő nagyjából ugyanaz. Tehát nagyjából... Hát lehet, hogy a nap... Tényleg, itt már a napi forma. Igen, és az egyik nüansz, meg ez nem általánosságban, hanem aznap ki az, aki mentálisan is fölé tud kerekedni a másiknak. Itt ezt az UVS-nél éreztem. Ez nem jelenti azt, hogy az Újvárosnál nem tudom, pszichiátriai esetek vannak, és ők mentálisan milyen gyengék. Na, nyilván nincs ilyen. Természetesen nem így értem, csak ezen a mérkőzésen sem voltak azok. Csak az UVS-e a káoszban, nem az, hogy jobban otthon érezte magát, de a káoszban higgadtabb tudott maradni. Igen. És ez 3 pontot ért otthon. Igen, és nagyon fontos 3. Igen, hát ugye, hát amit elvesztettek a Fradi ellen, ugye, az a fontos 3 pont, az most meglett, mondjuk ezt. Hát szerintem azért ott az elvárás, vagy az alapgondolat az lett volna, hogy 6. Hát igen, az alapgondolat az mindig az, hogy 6 pont, de... Jó, most egy... még a bajnokság, tehát 9 fordulót játszottak le, 18 fordulóban, mindenki játszik még egyszer, mindenki játszik. Tényleg, megnézzük a két csapatot, bocs, hogy félbeszakítanak, de hogyha megnézzük a két csapatot, meg megnézzük az olimpiai keretet, akkor sok egyező nevet találunk ezen a mérkőzésen, az UVS-e Újvároson. Úgyhogy azt tényleg nem mondhatjuk, hogy nem lennének annyira... jó játékosok, vagy klasszisok, mert mondhatjuk, hogy azok. Hát
Mondhatjuk. Úgyhogy tényleg, szerintem tényleg csak a napi forma. Napi forma, meg szerintem az új városnak a védekezés. Mert az, hogy konzisztensen a legmagasabb szinten, tehát a bajnoki érmesek vagy az éllovasok elleni rangadókon nem megy, többször is, az már szerintem az nem napi forma. Akkor most meg én mondom a Magyar Kupát. Ott meg sikerült. Jó, csak ott, amikor napi formáról beszéltünk, vagy arról, hogy nem bírták uralni a káoszt, akkor azt mondod, hogy egyszer a showból, most. De a Magyar Kupáról beszélsz, akkor meg azt mondom, hogy ott a napi formájuk, nekik meg ott jött ki, hogy akkor jó volt a védekezés, de amúgy meg a Fradi-tól 13 gólt kaptak, az UVS-től 16-ot, meg a többi meccsen is inkább több gólt kapnak, mint a másik két nagy csapat, mert a BVSC-t már elit csapatnak tartom, de most ők itt egyelőre az alapszakaszban nem biztos, hogy az első három helyben bele tudnak szólni, tehát valószínűleg negyedikek lesznek, és ugye az elődöntőben nagyon jó ott lesznek, de hogy azt gondolom, hogy ott meg az van túlerőben, érted? Hogy az Újvárosnak szerintem nem működik a védekezése megfelelően. Hát igen, lehetséges, simán lehet. Most itt lehet, nem tudom mit mondani, hogy mert nem tudom, legegyszerűbb nyilván a kapusra fogni, de hogy ezt az egészet szerintem nekik, bár ezt nyilván tudják ők is, tehát hogy nálam sokkal okosabb, meg vízilabdában sokkal jobban értő emberek vannak ott, tehát hogy látják, nyilván. És nyilván dolgoznak is, hát is dolgoztak eddig is, csak azt gondolom, hogy ott az meg egy megoldatlan probléma, ami engem meglep. Annak ellenére nyilván azért eljön egy magyar jalda, szerintem kevés csapat van a világon, ahol tudják pótolni. Látva az olimpiai teljesítményt, látva a komplett női elit mezőnyt, az Alda egy világklasszis kapussán növi, vagy nőtte ki magát, és nagyon nehéz őt pótolni, és ő most egy űrt hagyott, ahogy mondtad, és ezt még nem sikerült kiheverni, mert ott azért az volt, hogy nem volt rossz Dunaújvárosi védekezés, de ha egy kicsit esetleg rosszabb lett volna, akkor az Alda megmentette őket, úgymond. Igen. Maszkolilla nagyon jó kapus. Tehát tényleg félreértések elkerülése vége. Csak nem akkorát, mint az Alda. Igen. Most nem azt mondod, hogy a csapat se kényelmesen védekezik, hogy jó, majd a kapus megoldja, de eddig, hogyha valami nem sikerült, akkor még ott volt a Joker a végén, hogy majd az Alda megfogja. És most ez meg már nincs ott, és azt gondolom, hogy erre még ebben a fél szezonban, sőt most már elkezdődött a második fele is ugye, nem találtak megoldást, erre kell. Ez szerintem ugyanolyan probléma, mint az UVS-ének az, hogy nincsen balkezes, csak nyilván ha védekezésed, tehát ez nyilván kicsit életbe vágó történet, mert nyilván ott is probléma, hogy nincs a banda, és át kell szervezni mindent is. Én ezt gondolom. Hát... Te nem. De igazából most így elmondtad, Igyekeztem. Úgyhogy szinte menjünk is tovább, nem? Menjünk tovább. Utolsó női meccs, ami az adás utolsó meccse. Akkor ne beszéljünk még egy kicsit. Viccelek. Nagyon sokféleképpen el tudom még mondani. Jó, nem, menjünk tovább, ugye. Eger. Szentes. 7. 5. Ide. Szerintem szenvedett egy kicsit most az Eger. Hát. És szerintem, nem azt mondom, hogy tegyük őket helyre, de most, hogy ők azért magyar kupát nyertek, azért most ott lehet mondani, hogy följebb mehetnek az elvárásuk velük szemben? Igen. Szerintem igen. Mert lehet, hogy az Újvárosnak megint rossz volt a napi forma a kupadöntő, de akkor egy... A kupadöntőn is meggyűlt a bajuk. Az Egerrel. Hát az nyilván merők voltak, hogy ezért nem tudott a Fradival megjúlni a bajuk, mert a Fradi nem jutott oda. De az Egerre, meg az ellenfél támadó játékával, tehát a saját védekezésükkel, ez még egy pont az én érveim mellett. Köszönöm szépen, hogy felhoztad.
De hogy mit akartam ebből kihozni? Nem tudjuk. Még egy pont, ennyi. Az a lényeg, hogy a Marciak van még egy pontja, nekem meg, tehát neki kettő, nekem egy. Nem, én azt kezdtem el mondani, hogy ugye, mivel azért nőhetnek meg velük szemben az elvárások, mert ugye megverték az Újvárost a Magyar Kupa döntőbe, és azért az Újváros, az szerintem egy jobb csapat, mint ez az Eger jelenleg. Igen. De javíts ki, hogyha szerinted nem így van, de szerintem egy jobb csapat, és mivel ez sikerült nekik, lehet, hogy az Újvárosnak volt rossz a napi formája, de akkor is ezt ki kell használni, hogyha valakinek rossz. Szerintem a döntő az egy külön nyilván faj. Más faj, más minden más döntőbe. Igen, de ezt mindketten tudjuk, de úgy tűnik, akkor hogy is. Megérett az Eger arra, hogyha eljut egy döntőig, bár azért elég szerencsés sorsolásuk volt, de ha mondjuk kikaptak volna a 14-es ezüstérmesek lettek volna, akkor azt mondom, hogy jó, szerencsés sorsolás, nyilván nem volt egyszerű, de eljutottak a döntőig, és kaptak egy ezüstérmet. Itt meg bekerültek a döntőbe, szerencsés sorsolás ide vagy oda, és megnyerték a döntőt. Most ennek ellenére ez a 7-5 meglepő. Mondjuk a Cigány Dóri nagyon hiányzott, ez egyértelmű, nem volt. Az Egernek viszont nagyon jó a védekezése, mert a Szentes 5 góljából egy sem volt akció volt. Tehát a felállt fal ellen úgymond, vagy a felállt fal az Egernél nagyon jó. Úgy látszik. Vagy hát a mérkőzés meg a statisztika ezt mutatja. Nyilván nem kellett még temetni az Egert, hogy egyszeri alkalom volt a Magyar Kupa győzelem, mert ez nyilván sokkal több mindenen fog eldőlni, mint ez az egy darab mérkőzés. De úgy látszik, hogy ők az évet kicsit most nehezebben kezdték, én úgy látom. Igen, tényleg jó. Most... Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Az egri védelem nevében is köszönöm szépen. Igen. Hát azért az durva, az nagyon durva, hogy egy mérkőzésen nem születik az egyik csapat részéről akciógól. A gólokat egyébként Egri részről Jancsó és Dobi lőtt 2-2-t, a Szentesnél pedig Kövér Kisréka volt az egyik vezéregyéniség, a másik vezéregyéniség az orosz idegen légiósa volt a Szentesnek. Ők is 2-2 gólt vállaltak. Hát igen, ezen a meccsen ilyen nem nagyon voltak ilyen 4-5-öket vállalt volna, mert ez tényleg egy kevés gólos meccs volt. Az Eger mondjuk a másik negyedben rakott egy 3-0-át az asztalra. Szerintem ők úgy nyerték meg, vagy úgy tették hát, meg nagyobb lépést. Igen. Bár nyilván ez egy két gólos különbség, meg ilyen 1-2 között mozog a különbség, akkor azért megnyugodni egy pillanat is lehet. Nem. Tényleg, abszolút nem. Tehát... De akkor is, tehát 3-0-ás harmadik, vagy a harmadik negyed az a vízválasztó, mindenki ezt mondja, és ez tényleg így is van. Igen, a másik meg Mózes. Igen, tehát most akkor képzeld a Mózest a harmadik negyedbe. Nincs is víz a medencébe, ott fociznak, szóval, vagy kéziznek. Szóval... Lehet. Szóval akkor tényleg kézibe is, ott meg még durvább lenne, nem lenne akciókból. Igen. De nem, viccet félretéve, tényleg egy nagy vízválasztó. A Szentes elfogyott, szerintem, vagy hát mondhatom ezt, hogy ők elfogytak, 3-0 lett az Egernek, és itt dőlt el, tényleg, tehát ez 100%. Ez 100%. Azt gondolom, hogy ettől még nem ismétlem magam, de nem kell félteni az Eger. Na, mi arra kellene vagyok, hogy a BVST-t, akikkel szintén ugye nagyon szoros meccset játottak, sőt, aztán pont egyen nyertek. Egy nagyon kaotikus meccsen. Beszéltünk is róla. Megnéztem is a meccset, azért emlékszem, és az a lényeg, hogy ez az Eger, ha a BVSC nem figyel oda, de ha odafigyel még lehet akkor is, becsúszhat arra a negyedik helyre, a top 4-be év végén. Be, abszolút be. Egyébként nagyon jó szerintem, hogy most így egy kicsit felerősödött ez a női bajnokságnak is az élmezőnye, mert azért eddig van az Újváros, meg az UVS az első van, kettő. A bajnokságban az UVS, a nyer a kupában meg az Újváros. Újváros, igen. Tehát és akkor van utána
a BVSC Fradi, ahol meg ugyanez, ahol meg a Fradi szokott általában nyerni, vagy X. Talán, hát eddig a BVSC nyert, tavaly a Fradi. És akkor most idén X. Tényleg az volt. És akkor most a Fradi föllépetével. És akkor idén nem rendeznek bronzmeccset, mind a kettő bronzérmet kap. Nem, nem. Mert a Fradi nem jut a döntőbe? Na hoppá. Hoppá. Tehát a Fradi most föllépett az Újváros és az UVS-e mellé. Az alapszakaszban még nem jelent semmit. De majd a végelszámolásra. A végelszámolásban lehet, és mondjuk azért az... Tehát ha ők mondjuk elsők az alapszakasz végén, bár addig azért még van 9 forduló, tehát még egyszer kell játszani mindenkivel, de mondjuk elsők az alapszakasz végén, akkor a negyediket kapják az elődöntőbe, ami azért lehet, hogy egyszerűbb menet lesz, úgyhogy az már fél lába döntőbe, de ugye akkor UVS-e, Újváros döntőt már nem fognak rendezni, ez is biztos. És tényleg az van, amit mondtál, hogy negyedik, ötödik helyre, meg úgy tűnik, hogy gőzerővel küzd egymással az Eger és a BVSC, hogy az izgalmat egyértelműen felfogozódni. Igen, és ugye ez azért jó, hogy oda küzdenek a negyedik, ötödik helyre, hogyha bármelyik ugye oda kerül, akkor ő nem fog azzal megelégeni, hogy jó, hát akkor megvertük, mondjuk ja, akkor megvertük a másikat, és akkor mi jók vagyunk, és akkor, de ott nem lesz ez, tehát akkor a bronz meccsen ugyanúgy küzdeni fognak, akkor hát, ha már meg lesz az is. Hát az is lehet, hogy meglepik azt, aki végül mennyire az alapszakasz. De ezért tényleg nagyon messze van, viszont az adás vége egyre közelebb. Így van. Az adás végre egyre közelebb. Olyannyira közel, hogy itt vagyunk az adás végénél, úgyhogy csütörtökön találkozunk a következő résszel, ami megint csak elég izgalmas lesz, ahogy ez is az volt szerintem. Állandó társam Szűcs Marci, én pedig az ő állandó társa Kertész Bence voltam. Csütörtökön találkozunk, addig szép napot, szép estét mindenkinek, sziasztok! Sziasztok!